Na, sziasztok! Megérkeztünk a Kalimaja nevű resortba. Erről már volt videó régebben is, amikor a másik hajóval jöttünk ide. Változatlanul nagyon tetszik a helyzet. Ugye? Van egy stég. Az ott az Ilona. Ott vannak a csajok. Hát gimbalt nem hoztam. Megpróbálok úgy videóz, hogy azért élvezhető legyen. Amidala! Gyere már egy kicsit, kérlek! Ó, te jó Isten, mit csinálsz te? Ó, várj, hadd mutassalak meg. Úristen, hát ezt nem is verem meg, először le kell mosni, lehet nem is az enyém. Figyelj csak, Dücsök, milyen meglepetés volt, megmutatod a meglepetésedet? Nem. Hm? Mit hozott a Jézuska tegnap este? Nyuszit. Nyuszit? Tudom nyuszit. Hát de mit csinálsz te, hogy ilyen koszos vagy, te jány? Majd akár, hogy nincs itt a gimba. Kettő is van. Na. Mesélj csak el, hogy hogy volt. Ez a nyuszi dolog, mutasd már meg. Rövid. Szóval az történt, hogy valaki kopogatta ajtón. Én elfutottam tőle a kopogástól, inkább be a fürdőszobába. Azért, mert azt hittem, hogy ezek az emberek megint, és nem volt rajtam ruha, tudod, csak egy bugyi, mint most, és... És? És utána anya azt mondta, gyere, és kinyitotta a ajtót, és visszítottam, annyira örültem. Na, minek örültél? Mutasd meg apának is, légy szíves, hogy a bácsiknak, néniknek, akik nézik. Nem akar kijönni? Akkor csak fordítsd ide. Szia, Nyuszi. Mi a neve? Még nincs neve. Én arra szavaztam, hogy legyen a neve Fahéj. Te mit mondtál? Mit szeretnél, mi legyen a neve? Bogyol. Bogyol. Vagy? Vagy nyuszi fül. Vagy nyuszi fül. Füles. Füles? Vagy... Igen. Még gondolkozhatunk rajta, szívem. Na, és hogy sikerült így összekoszolnod magad? Azt meséld már még el. Hát kergettem a rákokat. Mit csináltál? Kergettem a rákokat. A rákokat. És a rákok miatt lettél ilyen koszos? Igen. Azt a mesét. Na jó, azért menjél, kerges tovább a rákokat. Az anyja is kár rákot kérgetett. Ti is rákot kérgettek? Ti is rákot kérgettek? Szép mini kompozíciót csináltam. Ez egy... Szép mini kompozíció. Az. Értem. Hogy érzed magad, szívem? Jól, most, hogy megcsináltam a mini kompozíciómat, így most már teljesen nap. Jól van. Ilona. Oda rá közelítok egy kicsit. A csajok voltak bevásárolni. Bevásároltak a piacon egy-két dolgot még az Ilonára. Úgyhogy az így jó lesz, amikor. Ezt a? Nem az Ozi felkeltél? Lárika, ilyeneket tud, én is, hogy eltövettek a lábádon a kevét. Felkeltem.
Olyan jót aludtam. Aha, ez nem, Zoli pirosabb. Én pirosabb vagyok, úgyhogy de állj mellém, légy szíves, mert... De hadd nézze, tényleg, ha jön légy kicsit. Na, ez nem... Már lehámlott. Lehámlott, kétszer. Ez itt... Kétszer lehámlott le. Mutassam meg a popsi, meg az négyszer volt. Hallod? Vedd már rá, tesz. Megy egy videó, megmutatom. De várjál, most téged mutat? Jaj, a hat testüket. Hagyj nézzék már a amidalat. Hagyjálj meg ezt az olival, még a pirosra, figyelj. Áááá, az olival előzött. Ez a kemény, nem a tarzan sarka. Mint a rossz se bújjék. Életemben most vagyok komodó, most készülök komodóra harmadszor. Mind a háromszor leégtem, mint a... Vagy többet nem, pedig vettünk pólót. Horgászpóval. Hát de ha nem veszed föl? Laktej minden mélytelen van. De én megkérdeztem Pistát, hogy nem vagyok piros? Zoli, nem. Akkor nem is voltál. Ó, persze, hogy nem. Már akkor is szerintem kodakozmáltam. Kodakozmáltam. Jani hol van? Jani, benn van a vízbe. Búvárkodik, snowfizik? Snowfizik, te, ez éppen nem. Igen, ott azt mondta, hogy a part közelben fogott azon a könyvben. Ott van, ott van az izé, a kipályát látom, ott van bent a csövetők közt legelő. Ott van, is mindig. Aha. Látom a Krázzélem, telefonálj már meg kapitánynak, hogy hozza ki a drónt. Jó, kérlek, itt drónnal nem szépen csinálni. Igen. Na, mondjatok valamit, hogy tetszik nektek a szállás? Gyönyörű. Szuper, kilátás az Indiai óceánra a szállás. Gyönyörű tengerpart. Mit illog? Az emberek kedvesek, a csajok csinálják. Nem mondja. De. Jó, a diszkóban nem ezt mondott tesszük. Nagyon szuper, minden. Diszkóban. Kibéreltük az egész parkot, csak a miénk. Igen. Tényleg csak mi vagyunk itt. Benn van az Ilona, várja a holnap indulás. Vagy a holnap után itt meglátjuk. Nem holnap után itt. Legszívesebben holnap után itt volnék. Most már elmúlt az imbolygásom. Igen? Most már nem imbolygott. Két napig imbolyogtam kinek így. Pedig mi ilyen nagy vitorlás nemzet vagyunk. Az. Főleg a Tuzséria. Igen. Mondtam a haveromnak, hogy várjon Tuzsénál, mert ott fogunk kikötni egy hét múlva. Az jó lesz. Csak lehet, hogy be van fagyva most vissza, úgyhogy nem jó. Jégtörő. Ez illetve a jégtörő amúgy. Jégtörő. Jég. Gyönyika, hagyj éljek már ide. Jaj, gyere. Hagyj mutassam már meg ezt a... Beletömöm a telefonba. Jó. Azt meséld el részére. Na, maguk a házak azok nem egy nagy méretűek. Így néznek ki. Ez mennyi egy ilyen 4x3 lehet? 4x4? Mondjuk egy 4x4-esek. Tehát a resortba. Na is, esik az eső? Egy hirtelen eső. Banán. Házak között kis átjáró. És rengeteg citromfű. Ez nekünk is a tervünk a resortokba. Hogy díszítésnek is. És felhasználása is nagyon jó. Na, elkezdett cseperegni kicsit az eső. Majd az étterem részét megmutatom egy kicsit később.